A második helyezett fogadta a harmadik helyezettet, így várható volt, hogy nagy csatát vív majd egymással a két csapat. A nyíregyháziak a 6 pontos hazai pályán elszenvedett vereségért is szerettek volna visszavágni, így ennek szellemében kezdték a mérkőzést. Az első negyed 3 ponttal a vendégeké lett, a második negyedben azonban a Szolnok már 16 ponttal is vezetett, amelyből a nagy szünetre 11 pont maradt. Fordulás után elkezdte ledolgozni hátrányát Kovács Tibor együttese, sőt a 35. percben a vezetést is átvette a Szentsenyikse. Az utolsó percekben taktikusan játszva megőrizték előnyüket Szavicsék, így 4 pontos vendégsikerrel zárult a rangadó. Küzdelmes mérkőzés volt, az egész mérkőzésen hullámzott a teljesítményünk, az eredmény alakulásában meglátszott, oda-vissza vezettek a csapatok, tehát ami a legfontosabb a végjátékban, mi jöttünk ki jól, egy nagyon-nagyon aktív védekezés után 4 pontos különbséggel sikerült nyernünk. Egyértelműen a védekezésben nőttünk az ellenfél fölé, ha csak azt említem meg, hogy a harmadik és negyedik negyedben 12-12 pontot kaptunk, már ez megmagyarázhatja a végeredményt, és ebből egy gyors támadásból, hogy a megfelelő rutinnal és megfelelő önbizalommal azért a támadásaink is kívül is belül is sikeresek voltak. A csoport tabelláját a Ceglid vezeti 20 győzelemmel és 1 vereséggel. A második Szolnok 18-3-as, a harmadik Szentsenyikse pedig 17-3-as mutató tudhat magáénak. A nyíregyháziak pénteken a Deac második csapatát fogadják. Elsősorban támadásban nagyon jók, a tabella alapján a második legtöbb pontot dobó csapatról van szó. NB1-b és NB1-ás rutinnal rendelkező játékosok alkotják. Azért a debreceni kosárlabdát én azt gondolom a kosár szeretőknek nem kell bemutatni. Nagyon sok jól képzett kosaras alkotja a Debrecen, tehát nagyon jó utánpótlás munka is folyik, és ez megmutatkozik az NB2-es csapatoknál is. Nagyon nehéz lesz. Ott 3 ponttal sikerült nyernünk egy 100-300-as mérkőzésen. Azért nem szeretnénk ilyen szoros mérkőzés, de elsősorban az, hogy győzelem a fontos. A Szentsenyikse Deac 2 mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Bánki csarnokában.